A tücsök és a hangya. A fontenny nyomán írta Dézsi Lajos, rajzolta Darvas Árpád. Felolvassa Nagy István. Egész nyáron szorgalmasan dolgozott a hangya családjával együtt, hogy a téli élelmet összegyűjtse. Nem sajnálta a fáradtságot, nem riadt vissza a legnehezebb munkától sem. Bezzeg a tücsök került a munkát, s míg a hangya izzadt a tűző napon, addig ő zenélt, vígadott a fák hűse alatt. A megéhezett, bőségtől roskadozó asztalként terült el előtte a mező. Megszomjazott, kristályvízű virágkehelyből ivatott. Mikor éhét szomját csillapította, árnyékba heveredett pihenni. Aztán újból muzsikálni kezdett, vidáman a jövővel mit sem törődve, barangolta végig a mezőt. Mulatozás közben találkozott a hangyával. Hallod-e, mondta hangyára, milyen bolond vagy, hogy amíg más pihen, addig te dologban izzadsz? Tücsök barátom, válaszolta a hangya. Nem tart örökké a nyár, most kell gyűjteni, félretenni télire. Mondtam, hogy bolond vagy, nevetett a tücsök. Ha a mező ma dús asztalt terít, terít majd holnap is. Azzal tovább ugrándozott, s húzta a vidám talpalávalót. Így élt egész nyáron. A hangya azonban nem hallgatott a gúnyolódásra, s tovább folytatta munkáját. Meg is lett a látszata, mire eljött az ősz, gazdagon megtelt élelemmel a hangya éléstára. Esőssé hideggé vált az idő, a fák elhullatták leveleiket, és a mező kopár lett. Tücsök sem muzsikált már olyan vidáman, fázósan dideregbe húzta össze magát. Egy reggel lehullott a hó, és megérkezett a fogcsikorgató hideg is. Vadszelek rázták a kopasz fákat. Tücsök hiába keresgélt a kopár hómezőn, alig talált valami kevés élelmet. Bizony felkopott az álla. A hangya mit sem törődött a téllel, a dermesztő hideggel, meleg lakásába húzódott, s családja körében pihenéssel, olvasással, játékkal töltötte az időt. Élelemre sem volt gondja, hiszen szorgalmas takarékos volt a nyáron. A félretett jó falatokból vidáman sütött, főzött a konyhában. Az idő egyre zordabb lett. Tücsök lefogyott a sok poplalástól, alig volt jártányi ereje. Elhagyta a hegedűjét is. Búsan törte a fejét, mit évő legyen. Végül felkereste a hangyát. Elpanaszolta neki nyomorúságát, és kérte, hogy segítse ki tavaszig élelemmel. A hangya emlékezett a tücsök gúnyolódására. Hát, amíg én dolgoztam, gyűjtöttem a nyáron, te mit csináltál? Kérdezte. Daloltam, válaszolta tücsök. Mire a hangya így felt? Ha akkor daloltál, most táncolj! Tücsök szomorúan távozott, korgott a gyomra, vacogott a teste, a hangya megsajnálta. Visszahívta és azt mondta neki, bár nem érdemled meg, most mégis segítek rajtad, de előbb ígérd meg, hogy te sem henyélsz majd a nyáron. Megjött a tücsök kedve, s komolyan megígérte a hangyának, hogy megváltozik, aztán boldogan távozott az ajándékba kapott nagy zsák elemózsiával. Újból nyár lett. A hangya család ismét serény munkába kezdett, tücsök is beváltotta ígéretét, nem lustálkodott többé, hanem gyűjteni, takarékoskodni kezdett télire. De munka végeztével most is előveszi hegedűjét, és vidáman nótára zendít. Vidámabban dalol, mint valaha, mert nem kell a jövőtől félnie. Gyerekek, tanuljatok a tücsök és a hangya példájából. Gyűjtsetek, takarékoskodjatok, és valóra válthatjátok a vágyaitokat. Vége.